Ányán professzor úr, mindig nagy tisztelettel hallgatom professzor úrnak a... Fogadnád meg a szavamat. Mondandóit. Tisztelettel is. Igyekszem nem is beleszólni abban, amit professzor úr mond, tiszteletem jelenti. Én is nehezen tűrköztetem magam. Láthatóan. De azt tudom mondani, hogy az embereket meghallgatni, hogy én azért nem menjek el, hogy az embereket hallgassam meg. Tehát én nem tudom, professzor, miért azonosítja saját magát az emberekkel. Itt ülnek. De én nem ővelük fogok vitatkozni, hát is ülnek, őket nagyon tisztelem, hanem a politikusokkal, akik itt ülnek velem szemben. Velük nem fogok vitatkozni, mert az élet úgy hozza most per pillanat, nem is szeretnék velük vitatkozni, de becsöltes embernek tűnnek, nem szívesen vitatkoznék velük. Én a politikusokkal vitatkozom, akik más állítanak, mint a valóság. Egy mondatot szeretnék csak, ha megengedi el. Muszáj ezt szóba hozni, mert ugye a politika szerepéről nagyon különböző a fölfogásunk. A politikusok államtitkára azért vannak itt a parlamentben, hogy az emberek véleményét képviseljék. Amikor velünk vitatkozik, ön az emberekkel vitatkozik. És itt vannak az emberek, akik ide küldtek bennünket, hogy képviseljük az ő elképzeléseiket a világról. Szíveskedjék kifejteni az embereknek, akik itt vannak, és bennünket ide küldtek a parlamentbe, hogy mi ezekről a véleménye. A politikának ez a dolga, az a közügyeivel való foglalkozást jelenti államtitkárról és semmi mást. És utána folytassuk a vitát, köszönöm, a Sándornét, a Kisvárosi Ügyfejlesztési Központ és Népkörülési Iskolának a vezetőjét. És tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők! Először is szeretném megköszönni a parlament nagyobb köszönöm, viszont hátásra, jó tanácsolás kívánok! Bravo! Viszont kell, további jó munkát! Menjünk innen el! Viszont látásra! Szégyed magad, így van!